Szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban 10 olyan angol szót szeretnék bemutatni, amit valószínűleg te is túlságosan gyakran használsz a mindennapi kommunikációdban, és ezeknek a szavaknak az alternatíváit is bemutatom, hogy szebben és változatosabban beszélj angolul. Nos, én nagyon gyakran látom a munkám során, hogy a nyelvtanulók többsége biztosra megy, ezért vannak olyan angol szavak és kifejezések, amelyeket a nyelvtanulók többsége túlságosan gyakran használ, mert egyszer megtanulta, tudja a jelentését, és nem akar eltávolodni a KH-tól. Ez lehet, hogy nyelvtanilag vagy mondattanilag nem hibás ezeknek a szavaknak a használata, viszont borzasztóan unalmas mindig ugyanazokat a kifejezéseket hallani. Mondjuk az egyik kedvenc példám az it was good. Ugye, amikor megkérdezem a diákokat, hogy milyen volt a múltkori hétvégéjük, vagy valamilyen múltbéli esemény az életükben, és egyből kidobják, hogy it was good. Jó volt, rövid, gyors, egyszerű mondat, válaszoltak a kérdésre, és le van tudva a válasz. Úgyhogy most nézzük meg, hogy melyek ezek a kifejezések, és milyen szavakkal tudod helyettesíteni őket, hogy szebben és változatosabban beszélj. Természetesen az összes kifejezést és alternatívát megtalálod lent a videó leírásában. Kezdjük is akkor, ugye az első példa, amit az előbb említettem, a good, azaz a jó melléknév. Ennek az alternatívái lehetnek az amazing, vagyis az elképesztő, csodálatos, és az impressive, vagyis a lenyűgöző. A második ilyen szó a like, vagyis tetszik, vagy szeret. Ennek a szónak az alternatívái lehetnek az admire, vagyis a csodál, vagy az adore szó, ami azt jelenti, hogy imád, imádni. A harmadik ilyen kifejezés, amit nagyon gyakran hallok, akár egy mondaton belül többször is előfordul, az and, ugye az és. Ennek az alternatívái lehetnek a moreover, vagyis ráadásul, és az in addition to, azaz emellett. A negyedik ilyen kifejezés az interesting, vagyis az érdekes. Valami érdekes volt. Ennek a szónak az alternatívái lehetnek például a cool, valami klassz volt, jó volt, vagy a mesmerizing, ami azt jelenti, hogy valami elképesztő és fantasztikus volt. Az ötödik ilyen szó a thing, vagyis a dolog szó. Ennek az alternatívái lehetnek az idea, vagyis ötlet, concept, vagyis koncepció, vagy issue, vagyis ügy. A hatodik ilyen kifejezés a listán a new, vagyis az új. Ennek a érdekes alternatívái lehetnek az updated, vagyis a frissített, vagy a modern, vagyis modern. Hetedik a listán important, vagyis fontos. Itt több alternatívát is szeretnék mutatni, elég hosszú ez a lista. Alternatíva lehet a significant, vagyis a jelentős, vital, vagyis életbevágó, critical, vagyis létfontosságú, és essential, vagyis alapvető. Nyolcadik szó a listán a see, vagyis látni, nézni. Ennek a szónak az alternatívái lehetnek a stare, vagyis bámulni, observe, vagyis megfigyelni, és notice, vagyis észrevenni. Kilencedik szó a listán, also, ami azt jelenti, hogy szintén. Ennek a kifejezésnek az alternatívái lehetnek a furthermore, ami azt jelenti, hogy továbbá, vagy moreover, ami azt jelenti, hogy ezen felül. És végül a tizedik, azaz az utolsó kifejezés a listán a said, hogy valaki mondott valamit, said. Ennek az alternatívái lehetnek a stated, vagyis hogy kijelentette, vagy az explained, vagyis elmagyarázta. Remélem, hogy hasznosnak találtad ezt a kifejezést, és segítettem abban, hogy egy kicsit változatosabban beszélj angolul. Kérlek, hogyha érdekesnek találtad, akkor oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Én megköszönöm a videó végén a figyelmet, viszlát legközelebb!